Ceglédnek népe, nemzetem büszkesége, kérni jöttem tőletek. Midőn lelkes soraitokat szemlélem, múlik bensőmben a kétség, nem marad védtelen, szegény, árva hazánk. Tudjátok mindnyájan, minő cél vezérelt bennünket, midőn ide egybehívtunk benneteket. Mégis kimondom, álnok hitszegők el akarják venni tőlünk az áprilisban kivívott jogainkat, az áprilisban kivívott szabadságunkat. Ezeket a jogokat maga ő felsége, a császár biztosította számunkra. Jellasics hordái császári zászlók alatt a szent magyar földet rabolják, fosztogatják. Szőlőink híres borát idegenek prédálják fel. Veszélyben a haza. Sorsdöntő órák előtt áll nemzetünk. A kérdés az, veszni hagyjuk kivívott jogainkat, függetlenségünket? Odahajtjuk büszke magyar fejünket a császári saskarma alá? A válasz nem. Én esküszöm az igazságos Istenre, hazánk szabadságából elrabolni egy hajszálnyit nem engedek. Hajdan, midőn a hazát veszély fenyegette, szent királyaink véres kardot hordattak körül az országban. Én zászlót ragadék kezembe, s e zászló alá szólítom e város polgárait. Honfitársaim, Cegléd polgárai, a nemzet sorsa a ti kezetekben van. Testvérek vagyunk mindnyájan. Választanunk kell szabadság és szolgaság között. Gondoljunk őseinkre, kik a szabadságot választották. Ragadjunk mi is fegyvert hazánk oltalmára. Fordítsuk fegyvereinket az árulók, a hitszegők ellen. Hát fegyverbe szólítom-e város lakóit? Hozzunk áldozatot a haza szent oltárán. Ha magyar vér folyik, folyjon a szabadságért, ne idegen célokért, és ne idegen földön. Most, hogy titeket látlak, tudom, hogy oly hatalmas-e nép, hogy ha föl kell, s összetart, Magyarországon a pokol kapui sem vesznek erőt. Az összerogyó ég boltozatait is képes karjával fenntartani. Harcunkhoz adjon erőt a magyarok Istene, hitünk igazsága, s népünk szabadság szeretete. Fegyverbe hát! Ki lesz az első, aki beáll Kossuth katonájának? Én leszek! Az első cenglédi honvédot köszöntöm. Mondd, hazámat hűséggel szolgálom. Hazámat hűséggel szolgálom. Forduj feléjük, tiszteleg ilyen.